Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Műsorunk a városrészek titkai, Székesfehérvár csodálatos épületeit, városrészeit, sőt a városban lakókat mutatja be. Ezúttal egy olyan helyszínen vagyunk, amelyet a városba látogató turisták biztos, hogy felkeresnek, de a városlakók is nagyon büszkék rá. Ez pedig a Szent István Király Székesegyház. Sok szeretettel köszöntöm házigazdánkat és szakértőnket is a műsorban. Itt van velünk most is Váci Márk, történész, városkutató és a házigazdák részéről Smohai András művészettörténész, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója, és úgy hozzátenném, mert már tudom, akinek munkája és gondolatai benne vannak abban az épületben, ahol ülünk, hiszen a felújításon nagyon-nagyon sokat dolgoztál, és ez egy csodálatos érzés lehet. Igen. Ha csodálatos érzés, amit érzek, akkor ez az, igen. Kezdjük azzal akkor, hogy tulajdonképpen mióta is áll itt ez az épület. De erre a kérdésre nem igazán tudom pontos választ adni. Valószínűleg a 11. század vége, 12. század eleje óta már ezen a helyen, tehát a Székesfehérvár belvárosának legmagasabb pontján, amit ez a domb jelent, állt, illetve áll egy szakrális építmény. Ennek az alaprajzát szinte minden fehérvár ismeri, ez a bizonyos négykaréos templom, aminek ugye a burkolatban láthatjuk az alaprajzát, és amit a 1970-es évek elején tárt fel Kralovánszki Alán, majd Reich Szabina 2016 körül újra megásta, újra ásatás során feltárta ennek a templomnak, egykori templomnak a romjait. De az egész pontos datálását egyelőre nem tudjuk, de az is lehet, hogy sosem fogjuk tudni megállapítani. Az viszont teljesen egyértelmű, hogy az az épület, ami már nem áll, és csak a alaprajzát ismerjük, illetve az alapozásnak a fal magját, ez az épület összeköttetésben állt azzal az épülettel, amiben most vagyunk, de ugye ez az épület már csak... hogy mondjam, részeiben tartalmazza, vagy részleteiben tartalmazza a középkori épületet, viszont egy gyakorlatilag 800 éves kontinuitásról biztos, hogy beszélhetünk a mai napig arról, hogy itt ezen a helyen egy templom áll, illetve állt. Kiemeltem én, hogy a turisták mindig felkeresik, és mivel tudom, hogy Márk vezetsz városban különböző utakat, túrákat, sétákat, mennyire népszerű az ide látogatók között a mi bazilikánk? Hát az egyik legnépszerűbb épület a belvárosban, meg egyáltalán Székesfehérváron, hiszen ha valaki ide látogat, akkor elsősorban a belvárost keresi fel. Ugye azokat a központi helyeket és központi épületeket, amelyek kapcsán a Székesfehérvár név az mindenképpen megjelenik, vagy amelyek megjelennek Székesfehérvár nevének említésekor, tehát hogyha valaki az interneten mondjuk keresgél, akkor a város történetében is ugye kiemelkedő szerepet játszanak ezek az épületek, többek között a Székesegyháznak az épülete, illetve az előd templomoknak az épülete, vagy templomnak, akkor mondjuk egyes számban inkább, hiszen ma már tudjuk többek között Reich Szabina ásatásai nyomán és Kralovánszki Alán ásatásai nyomán is, hogy az a két épület, ami ugye, amelynek az egyiknek már csak az alapjait látjuk a kövezetbe vetítve, a másikban pedig itt ülünk, az tulajdonképpen egy épület volt. Valamikor a négykaréjos templom elbontása, ez tulajdonképpen egy visszabontás, majd aztán ennek a visszabontott késő gótikában átalakított templomnak a bővítésével jön létre ugye ez a Székesegyház épület tulajdonképpen, tehát a Kossuth utca, mai Kossuth utca irányába, a Hősök tere felé történik meg egy nagy bővítés. Visszakanyarodva az első kérdésedhez, azért történészként hadd mondjak el annyit, hogy ugye egyrészt a középkori Székesfehérvárnak, tehát a történelmi városnak a legmagasabb pontján vagyunk, ahol mindenképpen indokolt volt egy fontos, reprezentatív épületnek az elhelyezése. Hogy ez valójában tényleg Géza nagyfejedelem idejében történhetette, ez ma már ugye kétséges, mint ahogy az is kétséges, sőt, gyakorlatilag majd, hogy nem bizonyíthatóan elmondható, hogy biztosan nem így történt, hogy Géza nagyfejedelmet az általa
alapított négykaríjos templomban temették el. Ugye vannak történészkutató kollégák, akik kifejezetten középkorral, kora Árpád korral foglalkoznak. Én, mivel modernkoros vagyok, nyilván ilyen mélységeiben nem tudok hozzászólni a témához, de az az érvrendszer, amivel próbálják alátámasztani a székesfehérvári temetkezést, az meglehetősen gyenge. Lábakon áll ebből a szempontból. A történeti hagyomány minden esetre Géza nagyfejedelemhez köti, ennek a templomnak az építését valamikor a 970-es évekre datálja, ugye a város alapítása környékére, és ugye ezért lehetett az, hogy 972-re tették ezt a város alapítási időpontot, és ugye ezért az előző rendszerben 1972-ben ünnepelte ugye a város alapításának 1000 éves évfordulóját, tehát az 1000 éves fennállását. Valamikor a 970-es években jöhetett létre az a Fehérvár, amit ugye középkori Fehérvárként emlegetünk, és ennek volt egy fontos épülete, hogy már abban a korban, vagy majd csak Szent István után, ez egy másik kérdés, de minden esetre ezt a négykaréjos templomot ténylegesen beleépítették a későbbi templomba, és aztán egyszer csak megtörtént ennek az úgymond előépületnek, előcsarnoknak az elbontása, visszabontása, és ugye a térben, tehát visszább helyezkedett el magának a székesegyháznak a bejárata. Ugye maga a székesegyházi rang az 1777 óta illeti meg ezt a templomot, akkor vált ugyanis ugye a székesfehérvári egyházmegye önállóvá, és ugye az első püspöke kinevezésre került, és tulajdonképpen azóta a székesegyház az magának az egyházmegyének a központi temploma, püspöki temploma. Ugye ezért is volt az, hogy amikor a legutóbbi felújítások sorra kerültek, akkor ugye a püspöki szentmisék is a Szent Imre templomban kerültek megtartás, és rövid ideig az minősült püspöki templomnak tulajdonképpen, bár hát egyházjogilag nyilván nem természetesen. Még egy nagyon picit a történeti előzményekre azért hadd térjek vissza, mert ez is fontos. Majd talán a romkert kapcsán fogjuk újra emlegetni, hogy a Székesfehérváron koronázott királyaink közül egyetlen egy olyan uralkodóról tudunk, akit nem a Szűz Mária prépostsági templomban, tehát az akkori székesegyházban koronáztak meg. Ő nevezetesen IV. Béla volt, II. András fia. 1235-ben az édesapja halál után történt meg az ő koronázása. Méghozzá ennek a templomnak az elődjében, a Szent Péter templomban, amelyet ma már gyakran Szent Péter és Pál templom néven is emlegetnek, pont azért, mert az ikonográfiában, a liturgiában és különböző egyházi vonatkozásokban ez a két szent általában ugye együtt mutatkozik meg. És ebben a Szent Péter templomban történt meg ez a koronázás 1235-ben, az összes többi szertartás az ugyanúgy zajlott természetesen, csak a helyszín volt ugye más, illetve hát a koronázási domb az már korábban is itt helyezkedett el a koronázások alkalmával, tehát tulajdonképpen itt csak ki kellett lépnie a királynak a templomból, felülni a lovára, megtenni azt a négy karcsapást, ugye a négy égtájfére, hogy megvédelmezi az országot és a várost ugye bárhonnan jövő veszedelemtől. Hogy miért is történhetett ez? Nyilván ez is csak egy elméleti kérdés lehet, hiszen nagy valószínűséggel soha nem fog kiderülni, hogy ténylegesen miért itt történt az ő koronázása. Radikálisan szakítani kívánt az édesapjának a politikájával, főleg a földbirtok politikájával. Ugye II. András volt az, aki elkezdte felosztani a királyi birtokokat, és hát IV. Béla pedig az uralkodása kezdetén ezeket a földbirtokokat elkezdte visszavenni a birtokosoktól, akik ugye különböző szolgálataikért és egyebekért ezeket a birtokokat kapták, amelyet az aranybulla is ugye megfogalmaz, méltó szolgálattal szerzett birtokától senki meg ne fosztassék. IV. Béla ezzel szembe ment igazából, és hát sajnos a tatárjárásnak a szörnyű következménye, ezek többek között ennek a földbirtok politikának voltak az egyenesági következményei, lehet nyugodtan így mondani, és több mindenben radikálisan szakított az édesapjával, talán ezért is lehetett az, hogy nem abban a székesegyházban koronáztatta meg magát, ahol ugye az apját is felkente, annak idén az esztergomi érsek, Szent István koronájával, vagy a Szent Koronával, ugye ez is történeti hagyomány, és a kutatás közötti
nem azt mondom, hogy feszültség, de mondjuk némi ellentmondás azért van természetesen a történetben, és ezzel is jelezni kívánta azt, hogy egy új útra kíván lépni. Röviden és tömören, tehát összefoglalva az eddigi mondókámat, az a lényeg, hogy ennek a templomnak van köze székesfehérvári király koronázáshoz is, igaz, hogy csak egyetlen egy alkalommal, de azért ez egy nagyon fontos esemény volt. Örülök, hogy szóba jött, hogy mikor lett székes egyház, mert lett volna egy ilyen kérdésem is, nem tudom, hogy melyikötök felé jobb feltenni. Tegyük tisztába, hogy egy egyházi építmény mitől kapja a nevét, mitől templom, mitől székes egyház, mitől bazilika, vagy katedrális, vagy bármi. Szerintem egyértelmű, hogy más fog válaszolni erre a kérdésre. Minden székes egyház templom, de nem minden templom székes egyház. Ez a rövid válasz. Márk már említette, hogy a püspöki széktemplom, tehát ahol a püspök katedrája áll, az a székesegyház. Magyarosan a székesegyház, a latinban a katedrális szót is használjuk, tehát a erre utal. Székesfehérváron még ugye a királyi székre is utal a város neve. Tehát itt egyébként ebből aztán sok keveredés is volt, van, mert hogy sokszor összekeverik a püspöki székesegyházat, tehát ezt az épületet, ami középkori előzményekkel rendelkezik, az egykori királyi bazilikával, viszont nem volt székesegyház, mert ott nem volt püspöki székhely Székesfehérvár. Tehát Székesfehérváron székesegyház 1777-től lehetséges, tehát ezzel sok székes szóval itt óvatosan kell bánnunk, mert különböző jelentése van természetesen. A bazilika az pedig egy speciális rangja a templomoknak. Ehhez nem kell, hogy székesegyház legyen egy templom, hogy a bazilika rangot megkapja. A úgynevezett bazilika minor rangot lehet elnyerni. A legutoljára az egyházmegyében a bodajki kegytemplom kapta meg ezt a rangot. Tehát kaphat nem székesegyház is ilyen rangot. Bazilika, tehát a bazilika major, vagy nagy bazilika, az három létezik az egész világon. Tehát a Vatikánban a Szent Péter székesegyház, a Lateráni bazilika és az Assisi bazilika. Tehát ez a három nagy bazilika és az összes többi úgynevezett kis bazilika, vagy bazilika minor, amelyből lett számos van az országban. És ez az épület, ez 1938-ban kapta meg ezt a rangot. Tehát 1938 óta hívhatjuk a székesegyházat bazilikának is, úgyhogy ez a megnevezés is pontos és hivatalos, de egyébként a székesegyház a legjobb név erre a templomra, hiszen ez a legmagasabb rangja a székesfehérvári püspöknek, ez a szék temploma, tehát a székesfehérvári egyházmegyének a fő temploma. Az épület elődjéről lesz majd még szó egy bejátszásban, amikor eljutunk oda, hogy a legutolsó felújításról beszéljünk, hiszen ez egy nagyon fontos pont volt a bazilikánk életében, de addig is el kellett jutni. Tehát milyen történetet tudhat magának az épület, hogy alakult ki? Az az épület, amit ma itt magunk körül látunk, ez hát nagy vonalakban, mert nem biztos, hogy érdemes belemenni sok-sok évszámba és sok-sok apróságba, mert hogy érdekes dolgokról is lesz itt szó. De nagy vonalakban, tehát ahogy most kinéz, ez 1768-ban készült el. Tehát 1768-ban a belső dekoráció elkészült. Ezt Johann Ignaz Zimbál, szilíziai származású festő és segédje, Herling nevű segédje készítette. Erről egy nagyon szép dedikációs felirat is látható az orgona karzat fölött, ami hirdeti azt, hogy a Székesfehérvár lakossága, a Székesfehérvár polgárai emelték Isten dicsőségére ezt a templomot. Tehát 1768-ban elkészül az épület, és a város plébánia temploma. Tehát akkor még nincsen itt püspöki székhely, a Veszprémi egyházmegyének a része Székesfehérvár, és Székesfehérvár városának a plébánia temploma. Ez az állapot valójában nem tart sokáig, egész pontosan 9 évig, mert ahogy már beszéltünk róla, 1777-ben megalakul a Székesfehérvár egyházmegye, Mária Terézia kezdeményezésére, és ez a templom lesz a püspöki
szék templom. Ez bizonyos átalakításokat igényel, ezeket az átalakításokat Mária Terézia kezdeményezés, valószínűleg ő is finanszírozza, vagy jelentős támogatásokat ad hozzá. Mindenesetre a legjobb szakembereket biztosítja. Franz Anton Hillebrand császári főépítész, aki megtervezi a templomnak az új oltár architektúráját, és Vincenz Fischer, bécsi akadémiai festő festi meg az oltárképet. Egyébként az oltárkép és a főoltár is kicsit előbb elkészül, mint 1777, tehát már készült Mária Terézia arra, hogy az a szándéka, hogy új egyházmegyéket alapít. Egyébként a Szombathelyi Egyházmegye volt meg itt a Dohántúlon a Székesfehérvárival együtt, amelyek új egyházmegyék lettek. Tehát ezzel egy hirtelen jött ötlet, hogy akkor holnaptól kezdve itt egy egyházmegye van, hanem egy hosszas előkészítést igényelt, és ennek a jele az, hogy maga a bővítése, továbbépítése, szépítése a templomnak, előkészítése a püspöki székhely rangra, az már az 1770-es évek elején elkezdődik. Tehát néhány év után, tehát miután befejezik a plébánia templomot, néhány évvel később már készülnek arra, hogy ez püspöki szék templom legyen. A legutóbbi felújítás évéig volt-e bármilyen olyan jelentős változás rajta, amiről beszélnünk kellene? Hogyne, tehát nem úgy kell elképzelni egy templomot, hogy befejezik, aztán felújítják 100 év múlva. Az a tapasztalat nagyjából egy ilyen épülethez olyan 30-50 évente hozzá kell nyúlni. Ezek néhány esetben radikális változásokat jelentenek, néhány esetben pedig csak kisebb munkákat, de hát körülbelül ennyi idő alatt használódik el. Tehát otthon mondjuk 5 évente festjük ki a konyhát, egy templomot meg mondjuk 50 évente. Egy picit ki akarom ezt sarkítani. És az első igazán nagy munka, amit ebben a templomban történt, ez a bizonyos 1770-es években megtörtént változtatások után, az 1866, amikor a Pauer János akkor még nem volt székesfehérvári püspök, hanem a nagyprépost volt emlékeim szerint, illetve a szemináriumnak ő volt a rektora, tehát mint kanonok nagypréposként hozzájutott egy jelentősebb hagyatékhoz, egy elhunyt kanonoknak a hagyatékához, és ebből a pénzből gyakorlatilag 9 hónap alatt tetőtől talpig felújították a templomot, de olyan szinten, hogyha most ugye kimegyünk, vagy benézünk a templomba, akkor a templom hajónak van egy ilyen szép sárga, szürke művárvány bevonata, vagy művárvány díszítése, az akkor készült. Milánói mestereket hívott ide, nagyon szépen megvan egyébként a teljes dokumentációja ennek a beavatkozásnak. Viszonylag egyszerű dolga volt, mert éppen nem volt, tehát széküresedés volt, és gyakorlatilag pénze is volt, elhatározása is volt, és megoldotta azt a munkát, ami nekünk kb. 6 évig tartott, 9 hónap alatt is. Gyakorlatilag a templom történetében mondhatjuk azt, hogy ez volt a legnagyobb változás, tehát gyakorlatilag a templom hajó akkor nyerte el azt a formáját, amit most is láthatunk, és ezt követően aztán ez a bizonyos 30-50, esetleg 80 éves, de inkább 50 éves periódusokban hozzá kellett nyúlni a templomhoz. Volt egy radikálisabb munka 1938-as ünnepségre készülve, egyébként 1910-es években is voltak jelentősebbnek mondható felújítások, majd egy váratlan fordulat, ugye a II. Világháború, amiben a templom kárt szenvedett, ezeket kellett kijavítani, ez gyakorlatilag 1960-ig tartott. Tehát a belső restaurálás, a háborús károknak a belső restaurálása az kb. 1960-ban fejeződött be. Bicskei Karle János volt az a festőművész, aki ezt a munkát elvégezte, és ezt követően 80-as évek közepén volt egy nagyobb munka, erre még talán többen emlékeznek is. Én mondjuk kisgyerek voltam, úgyhogy nem emlékszem erre, de iratokat láttam, és gyakorlatilag eljutottunk addig, hogy a 80-as évek után mondjuk kb. 30 évvel
már nem lehetett tovább húzni ezt a bizonyos felújítási munkát, ugyanis történt 2014-ben egy baleset. Erre talán emlékeznek a nézők. Egy júniusi reggelen azt a hírt kaptuk, hogy az északi oldalon, itt a torony mellett egy hatalmas párkánydarab, több méteres párkánydarab leszakadt. Hála Istennek nem volt senki ott alatta, ha ez valaki ráesik, akkor az tragédia lett volna, az biztos. És kiderült, hogy a tető szétnyílt, annak ellenére, hogy folyamatos diagnosztikai vizsgálatok vannak az egyházi épületeknél, és egyébként végig is kopogtatták a párkányt, tehát nem a párkány volt probléma, hanem a tető nyílt meg és ráterhelt a párkányra, és ezután kellett egy radikális beavatkozást végezni az egész tetőszerkezettel. Ugye megsérült a homlokzat, tehát a homlokzatot is javítani kellett, és akkor már elindult a teljes külső felújítás, amiben egy jelentősebb kormányzati támogatás is kapott az egyházmegye, illetve a Székesfehérvár város önkormányzata is 100 millió forinttal támogatta ezt a munkát. És miközben készült a külső helyreállítás, már elkezdtünk gondolkodni a belső helyreállításban, és 2016-ban Reich Szabina ásatásokat végzett a két mellékkápolnában, tehát a bejárat melletti két mellékkápolnában, aminek nagyon izgalmas eredményei voltak, erről Szabina fog beszélni, illetve hát alaposan végiggondoltuk, hogy milyen feladatok várnak ránk addig, hogy el lehessen vágni a szalag, nem szalag átvágás természetesen templom esetében, hanem mondjuk az ünnepi szentmise a felújított templom megtörténhessen. Ezért egy rendkívül alapos előkészítő munkába kezdtünk, ami viszonylag ritka volt Magyarországon. Ahogy említettem, a 250 éves templom történetében gyakorlatilag egy teljes felújítás volt eddig, és mondhatjuk azt, hogy ez volt a második. Tehát amikor olyan volt a csillagzat, a gazdasági helyzet, az egyházmegye helyzete, a politikai helyzet, hogy volt forrás arra, hogy ezt a nagy munkát meg lehessen csinálni, és ezért nincsenek erre kész receptek. Tehát ahogy a Pauer János 1866-ban megcsinálta ezt a munkát, az akkori kor követelményei és színvonal szerint parádésan sikerült, és nagyon, nagyon szép munka volt, de ezt 2010-es években már nem lehetett megvalósítani. Tehát egy nagyon komoly előkészítő munkát igényelt, ami gyakorlatilag 3 évig tartott, tehát 2019-ig bezárólag, és 2019-től 2022-ig tartott maga a kivitelezés. Azt hiszem, hogy itt az a pillanat, amikor meg kell néznünk egy bejátszást, amelyen Reich Szabina régész, a Szent István Király Múzeum munkatársa elmondja, hogy mit is talált itt, és hogy is folyott az a munka. Hallgassuk akkor meg együtt, illetve nézzük meg ezt a bejátszást. 2014 és 18 között több szakaszban folytak régészeti feltárások a püspöki székesegyházon belül és annak közvetlen környezetében. Egyértelművé vált a kutatások alapján, hogy ez az épület középkori előzményekkel rendelkezik, és teljes mértékben összefüggésben áll az 1970-es évek óta ismert négykarius alaprajzú épülettel. A kutatásaink során tisztázni lehetett, hogy hogyan is zajlott ennek a templomnak a kiépülése. A kutatók döntő többsége szerint itt állhatott a Szent Péterről plébánia templom, amelynek a legkorábbi periódusa a négykarius alaprajzú templom, majd az Anjou korban egy egyhajós templommá bővíti ki ezt az épületet oly módon, hogy a keleti karéját elbontják. De mit tudunk erről a négykarius alaprajzú templomról? A rendelkezésünkre álló források alapján felvetődik, hogy ezt még Géza fejedelem építette, ezt a templomot, és ide temették el. Azonban ez a terület oly mértékben bolygatott volt a különböző építkezések, temetkezések miatt, hogy nem tudjuk pontosan keltezni az épületet, hiszen pont a keltező értékű rétegek megsemmisültek. A művészettörténeti kutatás az alaprajzi párhuzamok alapján pedig a 11. század végére, 12. század elejére keltezik ezt a négykarius alaprajzú templomot. Mint említettem, az Anjou korban valószínűleg első Károly ideje alatt kibővítik ezt a templomot, és itt a templom, tehát a mai barokkori templom irányába bővítik ki oly módon, hogy a keleti karét elbontják, és egy hosszú, sokszögű szentélyen
ellátott hajót építenek, annak a déli oldalán pedig egy sekrestyével vagy kápolnával. De honnan tudjuk, hogy első Károly idejében történt ez az építkezés? Ugyanis itt a talpunk alatt csak szinte le kellett a porttől söpörnünk, és előkerültek a középkori templomnak a falmaradványai, közte pedig úgynevezett körtetagos lábazatok, amelyek éppen a stílusjegyeik alapján a művészettörténészek első Károly vagy Károly Róbert idejére keltezik ezt a formát, így ennek apropóján, tehát a 14. század első felében épülhetett ez a templom. De mi történik a későbbiekben? A egyetemben a kutatások során be lehet bizonyítva, hogy az északi irányban is egy újabb épületrészt csatolnak a templomhoz, azaz egy hajós templomhoz. Ez a sekrestye funkciót töltött be, ugyanis az egyik sarkában találtunk egy vízgyűjtő medencét, benne két darab kakas formájú fogóval ellátott vízcsappal, ami valószínűleg egy falikútnak a részét képezte. Ezen kívül pedig találtunk gótikus lábazati falfestés nyomait is ebben az épületrészben, amely igen ritkaság számban megy, hiszen a talaj nedvesség miatt leggyakrabban pont a lábazatról potyog le a díszvakolat. Ezt követően elkezdik megemelni ennek a két épületrésznek az északi, illetve a déli épületrésznek a falait, és tornyokká emelik. Ha kitekintünk magára a püspöki székesegyháznak az külső oldalára, akkor nagyon szépen lehet látni eredeti helyükön a gótikus ablakokat. Ez már a Zsigmond korban történik meg ennek a tornyokká való emelése az épületrészeknek, és magát a hajót két vagy három hajós sál bővíti ki, tehát körülbelül egy 18 méteres szélességű templomot kaptak ezáltal. Nem tudjuk, hogy ténylegesen kettő vagy három hajós volt, mert erre utaló nyomokat sajnos nem találtunk. Viszont falkutatásokat végeztek Bartos György és Lángi József, és nagyon szép gótikus árkádíveket találtak a tornyoknak a homlokzatán, a külső, illetve a déli torony északi oldalán is, ami egyértelműen bizonyította ennek az épületnek a kibővítését. Magát a templomot, templom belsőt és a külső terét is temetkező helyként is egyaránt használták. Számos kriptát tártunk föl, köztük az egyiket a délnyugati toronyban. Annak az a különlegessége, hogy teljes egészében megmaradt a fedlapja, amely vörös márványból faragták ki, rajta pedig egy címer látható. A párhuzamok alapján valószínűleg egy firenzei családnak lehetett a családi kriptája. Ezeket a kriptákat a későbbiekben is folyamatosan használják, ugyanis a feltárások során úgynevezett másodlagos temetkezéseket találtunk. Ezek barokkori temetkezések voltak, ezekből nagyon sok kegytárgy, feszületek, rózsafüzérek, kegyérmék kerültek elő. Maga a templomnak, a középkori templomnak az utolsó szakasza, időszaka az 1750-es évekig mondható el, ugyanis még a török korban valószínűleg dzsámiként használják, és ezt követően folyamatosan romlik a templomnak az állaga. Oly mértékben már rossz az épület, hogy eldöntik, miután a püspökség is megalakul, hogy egy új barokkori stílusban építenek egy templomot, oly módon, hogy tovább bővítik keleti irányban, és elbontják a még meglévő középkori falakat. Különleges lelet is előkerült a feltárás során, az egykori középkori egyhajós templom szentélyéből, annak ugyan egy feltöltési rétegéből, de onnan került elő egy korpusz. Ez Limosból származik ez a korpusz, sajnos egy oltály vagy egy körmeneti keresztnek a részét képezte, de csak ez az egy töredéke maradt meg. A 13. század elején készültek ezek a termékek, és érkeztek hazánkban. Valószínűleg francia klérikusok, vagy francia szervezetesek hozták magukkal. Nos, hát csodák derültek ki, ugye Szabinától is hallhattuk, hogy azért élmény lehetett ezt úgy végignézni. Nem tudom, mennyire tudtál részt venni benne, mert gondolom nem mindenkinek volt ez nyitott, de András nagyon benne volt. Engem lenyűgözött, ahogy a Szabináig dolgoztak. Volt is némi lelkismert fordulásom, mert amikor a 2018-as ásatást végezték, ez egy 2018 nyarán történt, akkor a templomot előtte kiürítettük, talán erre még emlékeznek a nézők, hogy 2018 húsvétján volt az utolsó mise, és akkor húsvéti
ünnepi szentmise után bezártuk a székesegyházat, és elkezdődött a munka, ami ugye 2022-ig tartott. Olyan részleteket tekinthettünk meg egy másik épületben, egy kiállításon a templom berendezéséből, amit egyébként úgy közelről nem látunk, ha bejövünk. Ez a Barokk Mennyország című kiállítás volt a Szent István Király Múzeumban, ami nagyon szép együttműködés volt a múzeummal, ugyanis azok a műtárgyak, amiket leemeltünk az oltárokról, azok, ez a templom berendezési tárgyai, azokat ki tudtuk állítani egy nagyon szép installációban, a csóképtárban is, tényleg az emberek test közelből tapasztalhatták meg, hogy mekkora léptékű mekkora léptékűek ezek a műalkotások, amik itt egyébként ebbe a térbe azért nem tűnnek olyan nagynak. És ugye ehhez ki kellett üríteni a templomot, de több mindent még nem tudtunk elvinni, mert ugye egy ilyen munkát azért meg kell jól szervezni, tehát konkrétan minden egyes műtárgy a padoktól kezdve a lámpákig, annak a felújításának van egy üteme, és ezek ugye sok esetben műhelyekben készülnek, ahol elő kell készíteni a műhelyi kapacitást, szerződéseket kötni, stb. Tehát nem tudtuk teljesen kirűteni a templomot, és ezért nagyon óvatosak voltunk, és azt kértük Szabináéktól, hogy ha lehet, akkor ne nagyon poroljanak. De, ami így utólag valóban elég vicces, mert az összes munkafolyamat porral járt utánuk, de akkor még ugye így óvatosak voltunk, és ezért ők a munka elején sátor alatt dolgoztak. Tehát nyári melegben, az épületben sátor alatt dolgoztak. Aztán rájöttünk, hogy ezt nem szabad csinálni emberekkel. Tehát elég sokáig bírták, de aztán tulajdonképpen nem ők kérték, hanem úgy megesett rajtuk a szívünk, illetve láttuk, hogy a sátot elkezdik fölhajtani, és egyre több darabot hajtanak fel belőle. Tehát félretéve a viccet, valóban nagyon professzionális módon csinálták ezt a munkát, alázatosan, pontosan végezték a feladatukat, és nagyon komoly eredményeket is értek el. Tehát azok az eredmények, amik ott az ásatás során, és amiről most Szabina is beszélt, előjöttek, ezek gyakorlatilag az épület középkori története szempontjából kulcsfontosságúak. Tehát ezekről nem tudtunk korábban. Tehát változtatott ez valamelyest a város történelmén? Az, hogy milyen kincsek kerültek elő, az, hogy most már több családot, személyt valószínűsíthetünk, akiket például itt temettek el ebben a székesegyházban, ez nyilván mutatja a templomnak a rangját is, illetve mutatja azoknak a személyeknek a rangját is, akiket ide eltemettek, hiszen azért már a középkorban is egy nagyon előkelő helynek számított nyilván. A város egyik központi temploma, ugye hát nyilván a koronázó bazilika után természetesen, abban a korban, és hát aztán a koronázó bazilika részleges megsemmisülése után pedig tulajdonképpen a legfontosabb templom a városban. Ugye egészen a ferences templom, jezsuita templom felépüléséig természetesen. Tehát ez mutatja a személyeknek és a helynek is a rangját. Számomra egyébként, ami megdöbbentő és igazán látványos volt, az a belső felújítás során az óriási állványerdő, ami tulajdonképpen egyik napról a másikra kinőtt itt a templomon belül, és hát fantasztikus volt tényleg ezt így látni, és elképzelni, hogy ebben az állványerdőben emberek közlekednek egyébként, és hát ugye ennek a segítségével lehetett aztán bizonyos fázisokban megtekinteni, tehát azért voltak ugye nyilvános bejárások természetesen, nem csak a szakemberek számára, hanem a nagy közönség számára is. És ha már itt tartunk, ugye nyilván a történész, meg az, aki városi építészettel foglalkozik topográfusként, leginkább a templomnak az építéséről tud beszélni, illetve a templomon belül történt és a templom körül történt változásokról. Amit András nem említett, de hát ezt bármelyik templom esetében elmondhatjuk, szintén egy nagyon fontos, bár talán a bazilikában nem annyira látványos változás, az a II. Vatikáni zsinat liturgikus reformja.
nyomán bekövetkező átalakulás, ami ugye a 60-as évek elején, közepén bekövetkezik, és bekerül a szembe miséző oltár, ugye magába a szentélybe. Tehát ez azért építészetileg is egy meghatározó esemény. Ennél nagyobb változással igazából nem jár magának a templomnak az életében. A külső átalakulások azért ennél egy kicsit látványosabbak, nem mindegyik annyira természetesen. Hiszen az, hogy az 1920-as évek végén, 28-29-ben Pásztor Jánosnak és Hikis Rezsőnek az alkotása, az első világháborús hősi emlékmű, hogy az altemplom bejárata fölé, mellé kerül, az egy nagyon fontos változás. Ugye a Havranek kőfaragó műhelyben készítik a kőmunkákat, Pásztor és Hikis megtervezik, elkészítik ugye magának a szobornak, vagy az emlékműnek a szobor díszeit, és 1938-ban, amikor ugye itt egy nagy átalakítás van egyébként a Székesegyházon belül is, kiegészül a névtelen katona, vagy ismeretlen katona szobrával, amit ugye legtöbben fekvő katonaként ismernek. Tehát 38-ra válik igazából teljessé ez az emlékmű. És aztán ugye az 50-es években elkerül innen ez a katonaszobor, majd 1988-ban visszaállítják, és azóta, tehát most már több mint 35 éve ismét a hősök teréhez tartozik. Maga a tér is egyébként a 30-as évek végén a városház építés és egyebek kapcsán alakul ki, ugye különböző bontásokkal, építésekkel. Aztán szintén egy ilyen fontos külső változás, de nem annyira látványos, ami a II. Világháború után következik be. Ugye a homlokzaton kívül három árpádházi szentnek a szobra látható. Nem biztos, hogy jó sorrendben mondom az elhelyezkedés sorrendjében. Szent István király, Szent László király és Szent Imre herceg. Ugye az attribútumaikról elég jól felismerhetők, még onnan lentről is a járószintről kiválóan láthatók. Ezek közül a Szent László szobor a II. Világháborúban olyannyira megsérül, hogy pótolni kell. Ha jól emlékszem, talán a 60-as években történik meg ennek a pótlása, és aztán az 1990-es évek végén a másik két szobrot is kicserélik egy másolatra, hiszen az idő vasfoga azért rajta hagyta mindegyiken a nyomát. Az 2016, amikor kicseréljük. Köszönöm szépen. Másolat, és a püspöki palota kertjében. Igen, egy restaurálás volt ott a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, és a csere az valóban akkor történt meg. Tehát ezek kerülnek, ahogy András is mondta, a püspöki palota kertjébe, és ma, amikor ugye a püspöki palota udvara nyitva van, mindenképpen érdemes bemenni, már csak azért is, mert többek között ezek a szobrok megtekinthetők, illetve az Egyházmegyei Látogatóközpont kapcsán is beszéltünk már erről, hogy érdemes kisétálni teljesen a várfalig, városfalig, és onnan megnézni a belváros szélét, a vízivárost. Tehát ezek a szoborcserék megtörténnek, de ez nem annyira látványos természetesen. A legutóbbi az volt, hiszen rengeteg sajtófotó készült róla, itt volt a hatalmas nagy daru, tényleg ahogy levették, visszahelyezték és minden egyéb, ez nagyon látványos volt. 1992-ben a Szent Anna kápolna, illetve pontosabban, ha egy picit odébb megyünk, már inkább a városháza felőli homlokzatra kerül, ugye, Nagy Benedeknek az 1956-os emlékkeresztje, a korpusza, amit ugye kiegészítenek az 56-os hősök áldozatok márványtáblájával. Ezt néhány évvel ezelőtt ugye újraalkották magát a táblát, és ugye az 56-os koszorúzásoknak, megemlékezéseknek egy fontos helyszíne. Illetve ami még a 38-as változásokból kimaradt eddig az én ismertetőmből, az pedig Simor János, esztergomi bíboros érsek herceg prímás emléktáblájának az elhelyezése. Ez 1938-ban történt meg. Eredetileg a palotavárosi szülőházának a homlokzatán szerették volna elhelyezkedni, amiről ismerünk egy archív fotót. Ennek a hátoldalán Molnár Tibor kézírásával az szerepel, hogy 1936-ban ezt a házat lebontották. Valójában itt a háznak egy átalakítása, bővítése történt meg, de ebben az időben nem tudták elhelyezni a homlokzatán ezt az emléktáblát, ezért a Székesegyház homlokzatán kapott helyet. Van alatta egy kis kiegészítő felirat, ami sajnos pont ezt a téves információt tartalmazza, hogy a szülőház elbontása miatt nem tudták az eredeti helyen elhelyezni, de hogy az első hozzám intézett kérdésedre is hadd reflektáljak megint,
többek között Igari Antal is elmondta ezt annak idején, amikor egy város történeti séta során megérkeztünk ide a Székesegyházhoz, és ő ismertette például velem is ezt a történetet, tehát így tudtam én is utána járni, hogy valóban ez történt. Még egy fontos változás ugye a másik irányba, tehát a nagyjából a mai belvárosi plébániával szemközti terület, a Géza Nagyfejedelem tér, ami ugye nagyjából a 70-es évek óta viseli ezt a nevet. Ugye Meszlény Jánosnak a Géza Nagyfejedelmet ábrázoló kuporgónak is nevezett szobra díszíti ezt a teret, egészen pontosan akkor, amikor nincsenek éppen régészeti feltárások. Bár ez a többes szám azért ez így eléggé sántít, mert hiszen most van éppen folyamatban, illetve már gyakorlatilag lezárult egy ásatás, amelynek kapcsán ugye a szobor az elszállításra került, és természetesen visszakerül a helyére. Ugyanakkor 1944 őszéig, 45 kora tavaszáig itt egy teljesen más szobor állt, és ténylegesen állt, ugye Szent Imre hercegnek a szobra Lux Gézának az alkotása, vagy Lux Eleknek. Lux Elek, inkább, köszönöm szépen. Lux Eleknek az alkotása, amit 38-ban avatnak fel ünnepélyesen, ugye itt a Szent István évforduló kapcsán, és aztán 1944-ben olyannyira megsérül, hogy a feje az gyakorlatilag elválik a testtől, majd az új városvezetés az úgy dönt, hogy hát inkább akkor távolítsák el közterületről ezt a szobrot. Bekerül a, ugye az elmondások, visszaemlékezések szerint a püspöki palotának a kertjébe, pincébe, nem tudom pontosan. Kertbe elásták. Köszönöm, ahol ugye el is rejtik, és aztán Székely János Jenő az, aki az eredeti, illetve különböző archív fotók és egyéb ábrázolások alapján újra alkotja ezt a szobrot, a Szent Imre templom mellett elhelyező, ugye az egykor Szent Imre nevét viselő utcában, a mai Oskola utcában, és ha már itt tartunk, akkor hadd zárjam azzal ezt a kis, megint csak rövidnek szánt, de hosszúra nyúlt mondókámat, hogy egészen az 1947-es évig ezt az utcát Szent István utcának hívják, ami ugye itt húzódik a Szent István király székesegyház előtt, és majd 1947-ben lesz belőle Arany János utca. Térjünk vissza az épületre úgy, hogy elkészült, gyönyörű, csodálatos, és akkor segítsünk az ide látogatóknak, lépjünk be, és nézzük meg, hogy mit találunk. Ahogy belépünk az épületbe, a szélfogó után, nagyon hasznos egy ilyen szélfogó. Tehát a szélfogó után egy előtérbe érkezünk, aminek a mennyezetén a három isteni erényt ábrázoló képet láthatunk, tehát hit, remény, szeretet. Ez a festmény, hát előre csak röviden egy mondat, 1994-ben talán egy karácsonyfa tűzben majdnem megsemmisült. Sőt, gyakorlatilag majdnem megsemmisült, és egy rekonstrukciót láthatunk, ami ezt követően készült. A két oldalkápolna nagyon izgalmas tér. Mind a kettőben találhatunk mennyezetképeket. A déli mellékkápolnának a mennyezetképén egy nagyon izgalmas ikonográfiai programot láthatunk. Ez azon a bizonyos barokk Mennyország kiállításon külön egységet kapott. A témája pedig az, hogy a Szent Háromság elhatározza a megváltást, tehát hogy Krisztus meg fog testesülni, és ez Szűz Márián keresztül tudja, ez Szűz Márián keresztül történik meg, tehát Szűz Mária szeplőtelenségének a dicsérete, illetve a megváltás elhatározása. Egy német területen ez viszonylag gyakori, ez a képtípus, itt nálunk Magyarországon található néhány, de nem annyira gyakran. És ez alatt, a kép alatt valaha az a Mária ikon volt, ami aztán nem tudjuk pontosan miért, de átkerült az északi oldalra, tehát most az északi oldalon van az a kép, és alatta a Szent István Hermának egy másolata látható, amit Szász Gyula szobrászművész készített a 20. század elején, 19. század végén. Ebben a kápolnában most a bizonyos 2016-os ásatás eredményeként a Del Bene családhoz köthető címeres síremlék is ki van állítva. A
másik kápolna, tehát az északi kápolna, ott pedig Szent Imre keresztelését láthatjuk, egyébként a kápolnát keresztelő kápolnának is használják, és ott van az a bizonyos Mária ikon, ez a kolozsvári jezsuita templom ikonjának egy másolata, amely helyet cserélt Szent Istvánnal. Egyébként úgy, tehát nem úgy tudjuk, hanem van is erre bizonyíték, archív fotókon látszik, hogy Szent István fehérrekéjének az őrzési helye az északi kápolnában volt. Tehát valamilyen oknál fogva ezt megcserélték egyszer. Pontosan nem is tudjuk, hogy mikor történt ez a csere. És még a déli kápolnához egy érdekességet elmesélnék, hogyha erre van idő. A 2017-ben restauráltuk, illetve Jeszenyicki Ildikó restaurálta a mennyezetképeket, és ekkor kerültek elő azok a kis puttók, amelyek a Lorettói litániának egy-egy invokációját mutatják be, a csegelyekben látható, tehát a kis ív háromszögekben a boltozat alatt, és az egyik ilyen puttó csoport a keresztények segítségét ábrázolja, ez a lepantói győzelemnek a emlékére egy szép ábrázolás. Az egyik puttó a kezében egy nagy keresztes zászlót tart, a másik pedig kardot fog a kezében, és egy félholdra tapos. Tehát ezt látjuk. És hát most kutatunk az emlékeimben, hogy mikor, de 2017-18-ban a iraki pátriárkától püspök atya kapott ajándékba egy keresztet. Ez egy korpusz nélküli kereszt, és ráadásul részből készült kereszt, még össze is van egy kicsit gyűrve, össze van nyomva. Tehát látszólag is sérült tárgy. Ez a tárgy, ez valójában egy iraki keresztény templomból származik, amit az ISIS szétlőtt, tehát megsemmisített, rommá lőtt, és az oltáron volt ez a kereszt, és van is fotó róla, hogy a romokban megtalálják ezt a keresztet, és mivel szolidáris volt az egyházmegye az iraki üldözött keresztényekhez, ezért ajándékba juttatta el a pátriárka ezt a keresztet Spányolt a megyéspüspöknek, és amikor helyet kerestünk neki, hogy hova lehetne elhelyezni, akkor azt a bizonyos sarkot találtuk legjobbnak, anélkül, hogy gondolkodtunk volna, amely fölött ott van a félholdra taposó kis puttó. Úgyhogy a történelem ismétli önmagát, és valahogy mindig a jó győz, jó győzedelmeskedik. Úgyhogy ennek mondani valója is, ennek amit... Ennek nagyon fontos mondani valója, anélkül egyébként, hogy ezt szándékosan elültettük volna, csak letettük oda és fölnéztünk is. Jelentősek a templomon belül a freskók. Ahogy említettem, a felújítás során gyakorlatilag semmi más dolgunk nem volt, persze kicsit sarkítva, mint takarítani az idők porát, és azt a patinás és szép állapotot állítani vissza, ami ezekre a műtárgyakra jellemző, a különböző átfestések és kosz rétegek alatt megbújó eredetit akartuk megmutatni. Egy esetben viszont ezt nem tehettük meg, vagy nem gondoltuk jó megoldásnak. Az orgona karzat fölötti mennyezetkép ugyanis már nem a barokk mennyezetkép, hanem egy 1866-ban készült Szent Cecília ábrázolás, amit aztán később többször javítgattak, próbáltak restaurálni, de valójában ez egy szekkó technikával készült kép, és nagyon rossz állapotba került, nem volt tisztítható, és ahogy a környéke a barokk mennyezetképek kitisztultak, kivilágosodott a környezete, egy sötét foltként maradt meg ez a Szent Cecília ábrázolás az orgona karzat fölött. Két lehetőséget tudtunk felvázolni a helyzet megoldására a püspök atyának. Az egyik az, hogy egy rekonstrukció készüljön. Egy mondatot tudunk róla Pauer Jánostól, hogy ott egy harsonát fújó angyal repült. Tehát barokk stílusban oda lehetett volna készíteni egy angyalt, ami hát inkább a hazugság, ugye füllentés irányában viszi el a művet, hiszen nem tudjuk, hogy az hogy nézhetett ki, csak esetleg hát oda lehet álmodni. Olyannak, mintha.
Másik út pedig egy sokkal nehezebb, de őszintébb út, hogy egy kortárs művészt megkérünk arra, hogy fogalmazza meg ezt a műalkotást úgy, hogy az illeszkedjen ebbe a művészeti környezetbe. Nem volt könnyű ezt megtalálni, nem volt könnyű megtalálni azt a művészt, aki képes erre. Végül Kőnig Frigyes volt az, aki ezt meg tudta festeni. Ő neki volt egyfajta belső indítatása is, egyfajta személyes belső indítatása, ugyanis az ő egyik távoli rokona, König Mór a 19. század második felében itt volt kanonok ebben a templom, ugye egy ősi fehérvári családról beszélünk, és már gyerekkorában is ide járt templomba, tehát volt egyfajta érzelmi indítatás is, hogy ezt a munkát elvégezze, illetve hát ugye róla lehet tudni, hogy nagyon régóta foglalkozik a barokk illuzionizmusnak a vizsgálatával, olyan albumokat is adott ki, amelyek ebben a témában készült alkotásokat tartalmaznak, úgyhogy alkalmas volt a feladat elkészítésére, és végül is ő festette meg azt a bizonyos harsonát fújó angyalt, amely felidézi, de semmiképpen sem úgy mutatja be azt a egykori alkotást, mint hogyha azt szeretné helyettesíteni, hanem saját jogon egy önálló kortárs alkotásként gazdagítja ennek a templomnak a belső díszítését. 1768 egyébként egy nagyon fontos évszám a város történelmében. Ebben az évben dolgozik itt Malbercs is, Székesfehérváron, és gyakorlatilag az a munka, ami az 1688-as felszabadítás után, tehát a török hadak utáni felszabadítás követően elkezdődik, az ekkor ér véget azzal, hogy a templomokat kidíszítik. Tehát csak azt lehet kidíszíteni, mert be van fejezve, és tehát ez a 80 éves újjáépítési folyamatnak gyakorlatilag a záró aktusa, hogy gyönyörű, szép freskó művekkel díszítik a templomokat. Az ikonográfiai programot, a plébánosi munkát, vagy plébánosi pozíciót betöltő jezsuiták határozták meg. Valószínűleg Buflőr Gáspár lehetett az, aki a templom befejezését már nem itt Fehérváron élte meg, mert Vörösberénybe került házfőnöknek. Ő találhatta ki, vagy közösen, ezt egészen pontosan nem tudjuk, de nem is fontos. A lényeg az, hogy Szent István magyar királynak az életének a bemutatása, illetve az ő dicsőségének az ábrázolása, ami ennek a templomnak a mennyezetén látható látványos freskó művekben. Az első boltozati szakaszon Szent István legyőzi a pogányságot, egy olyan jelenetet látunk, ahol egy pogány áldozati kultuszhely összedől, egy pogány szobornak a darabjai repkednek a levegőbe. Mindez Szent István haragja következményeképpen történik, és közben Szent István átkarolja a másik kezével Szent Imre herceget, és mögöttük pedig láthatjuk Szent Gellértet, aki Szent Imrének a tanító mestere, és az egész jelenet fölött egy tiarás nő alak, tiarás alak látszik, nem nő alak, egy tiarás alak, tehát a pápai hármas koronát viselő alak, kezében egy monstranciával, mint az egyház allegóriája, tehát a következő boltozati szakaszon ábrázolt jelenetnek gyakorlatilag az előkészítése is, amelyen Szent István megalapítja a magyar egyházat. Tehát pogányságot megszünteti, tehát megtéríti az országot, és megalapítja az egyház szervezetet. Szent István előtt főpapok térdelnek, akik megkapják a kinevező okmányokat, éppen ezen a jeleneten éppen egy érsek veheti át a kinevező levelét, és körben pedig tehát a négy oldalán ennek a freskó műnek baluszterek mögött kortárs figurákat láthatunk. Egészen a felújításig, vagy a restaurálásig nagyon nagy erőket fordítottunk arra, hogy ezeket a kortárs alakokat beazonosítsuk, mert hát biztos, hogy valaki lehetett, tehát egy hivatal betöltő személy, vagy több hivatal betöltő személyeket láthatunk ott, világi és egyházi vezetőket, és gondoltuk, hogy azért csak meg lehet őket találni. A korabeli Facebook nincs is, de azért néhány arckép galériából, vagy metszett ábrázolásokból ezeket be lehet azonosítani, és valahogy nem sikerült, tehát
hivatalokat meg tudunk különböztetni nagyjából, tehát mondjuk főispán valószínűleg ott van a polgármester, a jezsuiták közül a plébános, az akkori püspök vagy egy kanonok, tehát ugye a ruházat alapján, de a portfél alapján nem. És kiderült egy turpisság a restaurálás során. Ugye ezek a freskók ezek úgy készülnek, hogy a megrendelő egy vázlat alapján elfogadja az ikonográfiai programot, tehát hogy ezt fogja látni. Ez rendben van. És ezt követően a művész úgynevezett kartonokat készít, ezek egy az egyes méretű kartonok, tehát akkora papírlapokra rajzolja meg a figurákat, amekkora ott lesz a mennyezeten, és ezeket kontúrok mentén általában kiuggatják, és akkor ha ez a kiuggatott kis papírlapon bárki megcsinálhatja otthon a konyhafalon, hogy nem ajánlom, mert utána messzelni kell, de végig húzzák egy szénnel, leveszi, és akkor ott van a adott figurának a kontúrja, mondjuk a fej kontúrja, vagy a kéz. Tehát így lehet pontosan elhelyezni a figurákat, és nagyon takarékosak ezek a művészek, vagy takarékosak voltak ezek a művészek, hiszen egy-egy ilyen freskó mű elkészítése, akármennyire furcsán hangzik, itt Fehérváron egyébként összesen 2000 négyzetméter freskóról beszélünk, ez 3-4, esetleg 5 hónap. Tehát ennyi idő alatt ezeket meg kellett csinálni, utána jött a következő munka, hiszen egy-egy ilyen freskót nagyjából a nyári időszak alatt lehetett elkészíteni, mert ugye Bécsből érkezett cimbál, hogyha nem indult el időbe az esős ősz előtt, akkor bizony itt ragadt Fehérváron, és az szerintem nem szerette volna. Tehát viszonylag rövid idő alatt kellett megcsinálni, tehát takarékosan kellett bánni az idővel, és felfedezett Jeszenyinszky Ildikó olyan portrékat, vagy olyan figurákat, olyan arcéleket, amelyek az egyik mennyezetképen, vagy az egyik boltozati szakaszon jobbra, a másikon pedig balra néznek. Ez pedig csak úgy lehetséges, hogy megfordította azt az adott kartont a művész, tehát innentől kezdve valóban abba is hagytuk a keresését a figuráknak, hiszen nem portrékat jelenített meg, hanem hivatalokat, és nem az volt a fontos, hogy magára ismerjen az adott hivatalt vívő ember, hanem az, hogy ábrázolják, hogy kiknek köszönhető az, hogy ez a mennyezetkép elkészült. Az utolsó boltozati szakaszon, már itt a szentély fölött, pedig Szent István dicsőségét láthatjuk, amint a életének a művéért elismeréseként megérkezik a mennyországba, tehát a Szent Háromság fogadja őt, és a két oldalán ennek a szentély mennyezetképnek ugyanúgy láthatjuk Szent Imre és Szent László megdicsőlését, és ezzel utalok vissza, amit Márk mondott, hogy a homlokzaton a három magyar szent király, tehát Szent István, Szent László, illetve Szent Imre alakja látszik, ugyanígy a templomban is megjelennek ők, oltárkép formájában is, egyébként Szent Imrének és Szent Lászlónak is van oltárképe, tehát amit a homlokzaton látunk, az itt a belsőben is rímel, megjelenik, tehát egy ilyen templomban semmi sincsen véletlenül, mindennek megvan a maga helye. Tehát ezt láthatjuk, és akkor egy érdekességet még megosztanék itt a végén, ami a restaurálás során az egyik legizgalmasabb eredmény volt. Gyakorlatilag ikonográfiai szempontból változás nem történt, tehát ugyanazok az alakok láthatók itt, hiszen javarészben tisztítás történt. Néhány esetben voltak ugye második világháborús hiányok, ahol kisebb rekonstrukciókat kellett elvégezni, de valójában összességében ez egy tisztítás, és az eredeti állapotnak a visszaállítása, egy nagyon finom esztétikai helyreállítása, és tényleg nagyon szép egységet sikerült a művészeknek létrehozni. Szent István alakja itt a szentélyben viszont megváltozott. Korábban egy idős szakállas urat láthattunk, amint a Szent Háromsághoz igyekszik, és a tisztítás után kiderült, hogy nem idős, és csak picit szakállas ez az úr, tehát Szent István megfiatalodott. Ennek a okát azt valójában keressük, tehát több magyarázatot is találtunk rá. A legvalószínűbb magyarázat az, hogy itt a két oratóriumban, ahogy említettem, Szent Imre, Szent István és Szent László megdicsőlését láthatjuk, és ők itt ebben a kontextusban három, az
emberi életkornak a három főbb szakaszát jelenítik meg, tehát Szent Imre az ifjúságé, Szent István a erejeteljében lévő férfi kornak, Szent László pedig az időskornak a megtestesítője, tehát így tud egy egységgé válni. Egyébként az első ötletünk az volt, és valószínűleg nem járunk messze az igazságtól, hogy Szent Ágoston óta van egy ilyen nagyon szép teológiai hagyomány, hogy a megdicsőült emberi test az a legszebb, tehát az emberi életkor legszebb állapotában jelenik meg a Szent Háromság előtt, tehát ez mondjuk itt ebben a Szent István esetében az a legszebb férfikor, amikor megdicsőült test megjelenik a Szent Háromság előtt, tehát ez is lehet egy magyarázat, de valószínűleg inkább az, hogy a három életkornak a szimbólumaként is jelenik meg ez a három magyar szent király itt. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, tudom, hogy még nagyon sok maradt bennetek, de sajnos adásidőnk közben elszállt. A nézők láthatják azért, milyen csoda, ahol mi vagyunk, és hogy milyen gyönyörű lett a bazilika, Szent István király bazilikája Székesfehérváron. Köszönöm még egyszer házigazdánknak, Smohai Andrásnak, és a műsor állandó szakértőjének, Váci Márknak is, és természetesen köszönöm a Fehérvár Televízió nézőjének is, hogy velünk voltak. Városrészek titkai című műsorunk legközelebbi adásában a püspökségre látogatunk. Viszontlátásra!